Szeretettel köszöntünk mindenkit az IMER jubileumi 5. nemzetközi házi sörfőző versenyen, bajnokságon. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien eljöttetek most, és azt meg aztán pláne, hogy összesen majdnem 10 országból érkeztek sörök, 260 nevezést kaptunk. Gyönyörű. 7 plusz 1 kategória volt az idei versenyen, mindegyik kategóriában rengeteg sör érkezett, rengeteget kóstoltak is a zsűritagok gyakorlatilag reggel óta. Minden kategóriában lesz 3., 2. és 1. helyezett, és lesz egy kategóriától független 1. helyezettünk, ő lesz a világ királya az idei versenyen, hiszen ővé lesz majd a kategóriáktól független bajnoki cím az idei évben. Sziasztok! Izgultok? Igen! Először a Schwarzbier kategóriával kezdenünk. Első helyezett Kresák Gergely von Schwarz nevű sör. Idei évünk egyik kísérleti kategóriája a Wild volt, vagy Mild. Első helyezett Bába Ákos, Anna királynő bosszúja. Amerikai IPA kategóriában nagyon sok sör érkezett, ez volt a legnagyobb nevezettségű kategóriánk. Kategória győztese Landvai Lintelbére a 24 nevű sör. Rozssör Roggenbier kategóriában. Első helyezett Kelenfi Bálint Zsolt Reinhardt nevű sör. Belga erős kategóriában, ugye ez az, amelyik 3 évre fog szerepelni, és ebből a második évünkben. Belga kategória első helyezettje Pap Csaba Triple Trick nevű sörre. Rauchbier füstölsör kategóriában első helyezett Merkel Norbert Füst Walter 2 nevű sörre. Másik kísérleti kategóriánkban, a Góze kategóriában első helyezett aranyérmes lett Bálint Zsolt, Góze nevű sörre. Gerilla kategóriában, és aranyérmes lett Bimbó Tamás Kolibri nevű sörre. Más hátra, mint hogy kihirdessük az abszolút győztest a 2016-os versenyünkön. És a győztes idén Rauchbier kategóriából Merkel Norbert lett.